Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szombathelyi Televízió kulturális magazinját, a Műhelyt láthatják. Mai műsorunk a kultúra, az összekapcsolódás és a képzőművészet köré fonódik. Vendégem lesz Szekér Tamás, aki friss Beke Pál díjjal tüntettek ki. Ezt követően pedig Ferkovics József kiállítás megnyitójára látogatunk el. A továbbiakban pedig Miklosovics László márai inspirálta grafikáinak bemutatójára nézünk el. Tartsanak velünk, jó szórakozást! Szekér Tamás az utolsó Herényi bíró unokája, és eltökélt szándéka volt, hogy megmentse azt a házat, és ezzel létrehozza azt a szellemiséget, amelyet ma Herényiek házának hívunk. Szeptember 11-én Beke Pál díjat vehetett át. Vendégem Szekér Tamás, a Herényi Kulturális és Sportegyesület elnöke. Köszöntöm a műsorban, és gratulálok a díjhoz. Köszönöm szépen, és én is köszöntöm a nézőket. Mutassuk is meg ezt a díjat a nézőknek. És ehhez a díjhoz még ez is kapcsolódik. Szeretném elmondani közben, hogy Beke Pál volt, akinek a munkája jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődési otthonok tevékenységének megújításában, és ezt a díjat kaphatta meg most ön. Milyen érzés? Hát azt gondolom, hogy egyrészt felemelő, meg megható is számomra, hiszen én Beke Pál munkatársának is mondhatom magamat, hiszen országjárást hajtottunk végre a 2000-es évek elején, és vele utazhattam, volt olyan szerencsém az ország egyik végéből a másikra, és sok-sok bölcsességét, anekdotáját megosztotta velünk. Mesélne még kicsit erről az országjárásról, hogy mik történtek ekkor? Beke Pálnak egy nagyon nagy elképzelése volt, hogy megismertesse azokat a jó gyakorlatokat, amik egyes helyeken működnek, és azt az ország többi részébe is elvinni. És ezek a jó gyakorlatokat összegyűjtötte, főleg civil szerveződésű művelődési otthonokba, és ezeket megmutatták másoknak, hogy legyen egy minta példány, amit tudnak követni, hiszen mindenhol más a helyzet, mindenhol más körülmények vannak, de sok mindent lehet adaptálni oda is. Akkor így elmondható, hogy még nagyobb öröm ez a díj, hogy tulajdonképpen tőle vehette át részben ezt a szakmai tudást. Igen, én amikor átvettem, akkor úgy föltekintettem az égre, hogy valahol ott most támogatta talán ezt a díjat, hiszen valahol egy picit a kulturális közművelődési területen az apámnak tartottam, hogy terelgetett, biztatott, és azt mondta, hogy jó úton járunk. Meglepte önt ez a díj? És meg szabad kérdeznem, hogy mit csinált éppen, miközben kiderült, hogy idén ön kapja a Beke Pál díjat? Hát picit meglepődtem, és hát először is ilyen meghatottság vett rajtam erőt, azt gondolom, hogy talán ez a jó szó, és átgondoltam a 27 évet, amit a Herényi Kultúrházban, most már Herényiek házaban töltöttem, mennyi áldozat, mennyi öröm ért ez alatt az időszak alatt. Elmondaná nekem egy kicsit részletesebben a Herényiek házának történetét, a honlapon olvasható, hogy ön az utolsó Herényi bírónak az unokája, szerintem ez önmagában véve egy nagy dolog, és hogy a barátaival együtt elkezdték szervezni ezt a közösséget. Hogy volt ez pontosan? Igen, a Herényi városrész ugye falusias jellegű, és itt mindig is nagyon élő volt az emberek egymás közti viszonya. És a fiatalság a 90-es évek elején, 89 környékén, rendszerváltás közepén, amikor egyesület alakítás
sportra lehetőség nyílt, már akkor elkezdtünk egy sportegyesületet szervezni. Könnyű volt, bocsánat, ebben az időben elkezdeni egyesületet szervezni? Én azt hiszem, hogy nem kellett különösebb erőfeszítés, igazából csak össze kellett fogni a fiatalságot. És ez annyira kinőtt, hogy a sporton kívül már a kultúra felé is vette az irányt, és akkor ott volt a majdnem üresen álló Herényi Kultúrház. És akkor a Művelődési Sportháznak egy új igazgatója lett 93 végén, 94 elején, és ő azt mondta, hogy ezeket a kerületi klubokat szívesen átadná a civil szerveződéseknek. És mi gyorsan meg is kerestük, hogy ezt komolyan gondolta-e, és ő azt mondta, hogy igen, és ez elindította egy folyamatot, alakítottunk egy egyesületet a Herényi Kulturális és Sportegyesület nevébe, és elindult a munka. Kifestettünk, ablakot passzítottunk, új életet leheltünk igazából a falak közé, hiszen az egyesületnek ez is volt a célja, hogy megmenteni a kultúrházat a teljes leomlástól vagy összeomlástól, hiszen már akkor nagyon rossz állapotban volt. És a másik célkitűzés pedig a herényi értékek megmentése és az őseink iránti tiszteletnek a elvetése az emberek között, hiszen azt gondolom, jövőt csak a múltnak az eredményei lehet építeni. Egyetértek, tehát akkor el lehet mondani, hogyha valaki lokálpatrióta, akkor az ön. Hát egész életemet itt töltöttem, és nekem ez kedves. És én azt gondolom, hogy mint mindenhol, Herényben is vannak értékek, csak addig, amíg mint egyesület nem indultunk el, ezt valahogy senki nem vette észre. És amikor ugye az egyesületnek van azért egy ereje, a közösségnek az ereje, és mindenki hozzá tesz valamit. Én igazából csak egy kicsit koordináltam ezeket a közösségi kezdeményezéseket, és azt gondolom, ez egy közös munka eredménye lett, amivé vált a Herényiek háza. El lehet mondani akkor, hogy ön mindig itt élt, viszont azt mondta, hogy ha utazna, akkor szívesen utazna Erdélybe. Miért pont ezt választotta? Én azt gondolom, hogy Erdély ez egy a szívem csücske. 80-as évek elején már voltam, mint magán szervezésbe, és szinte két évente kijártunk. És 2000-es évek közepén is egy véletlen kapcsán egy új kapcsolatot alakítottunk ki, és akkor kimentünk Szilágy Erkedy nevezető kis helyiségbe, a csapat is kiment, tehát a herényi közösséget, egy busza való ember kivittünk, és ott új kapcsolatok születtek, új impulzusok. Ezre szüksége van mindig a civil szervezeteknek, hogy új szemszögből lássák a világot, és ott egy új szemszöget láttak, és 3-4 évente kijutottunk az erdélyi barátainkhoz, úgyhogy... És ők is szoktak Herénybe ellátogatni? Hát ők csak ritkán, de azért voltak már itt errefelé, inkább a, mondhatom ezt kicsit egyoldalú. Tehát őnekik azért ez pályázati lehetőség függvénye is sokszor, mert azért súlyos pénzekbe került régebben is, meg most is, de azért mindig volt olyan szerencsénk, hogy civil alapokból, pályázati lehetőségekből sikerült rá pénzt szerezni, és fele áron sikerült kivinni a csapatot. Igen, ez nagyon szép dolog. Sokat lehet találkozni mostanában, pláne az ön nevével a tévében és a sajtóban, de mégis mi az, amit el lehet árulni önről, hogy ki az a Szekér Tamás, mi az, amit megtudhatunk az ön magánéletéről? Hát azt hiszem, a Herényiek ismernek, meg azt hiszem, talán a Szombathely városába is, akik eddig életutamat végigkövették. Négy gyermekem van, sajnos feleségemet elvesztettem egy betegségbe 2012-ben, de én mindig a családi támogatást tartottam fontosnak a közösségi támogatás mellett. Szerencsém volt, hogy édesanyámmal sokat éltem együtt, és ő mindig buzdította az összefogásra a családot,
azt, hogy szeretettel kell lenni a másik ember iránt, és ez valahol meghatározta az én életemet is, és mindig csak közösségbe tudtam gondolkodni. Igazából a következő kérdésem is erre irányult volna, hogy honnan van magában ez a közösséget szerető és összetartó hagyomány, mert hogy véleményem szerint ez nem csak egy belső késztetés, és akkor az édesanyjától hozta ezt a belső igényt. Hát igen, meg amit az elején említettünk, hogy az utolsó Herényi bíró unokája vagyok, ez olyan löketet, olyan impulzust adott nekem a munkámhoz, hogy azt gondolom, hogy tisztelegni kell az ősök előtt, hiszen amit mondtam, hogy a régi értékeket ők alapozták meg. Élénk civil élet volt Herénybe, és végignézve a régi dokumentumokat, az őseimnek a nevei mind ott szerepelnek az ipartestületbe, vagy a Levente Egyesületbe, vagy a Gazdakörbe, vagy a Tűzoltó Egyesületbe. Tehát ezek mind erőt adtak ahhoz, hogy én ezt a munkát lelkesen végezzem. És volt egyfajta megfelelési kényszer, hogy mármint ezt a pozitív értelemben értem, hogy az ősök feltették a mércét, és hogy ön is alkosson valami maradandót és értékeset? Hát ez a hétköznapokban azt gondolom nem fordul meg az emberbe. Inkább azt gondolom, hogy minden embernek a maga idejébe valamit le kell tenni. Én szoktam idézni egy ilyen, hogy mindenkinek van egy talentuma. Ugye van egy példabeszéd a Bibliában, és ha a talentumodat nem ásod el, hanem kamatoztatod, akkor jó úton vagy. És bármennyi, lehet egy talentumot, öt talentumot, tíz talentumot, mindenkinek a maga tehetségét be kell ezt megmutatni. Van, aki egyetemi professzor lesz, van, aki egy jó asztalos, az ott teljesítsen. Engem meg az élet valahova ide sodort, véletlenül, vagy nem véletlenül, de én meg itt próbáltam a közösségért, a szüke patriótákért tenni. És szerintem ez egy nagyon jó választás volt a tehetség kamatoztatásának. Milyen volt a Herényiek házának tavalyi éve? Hát én azt gondolom, ugye sajnos meghatározta ez az egész pandémia, ami kicsit visszavetette, de hogy sokáig ugye zárva kellett tenni, mint közösségi házként. De mi már előtte évben, 2020 nyarán, illetve 2020 augusztusában elindítottuk a Herényi heti piacot, ami pont egy picit segítette az embereket, hogy egyrészt egy tudatformálás, másrészt pedig, hogy mégiscsak közösségbe lehessenek. Igaz, szabadtéren, de mégis a járvány ügyi előírásokat betartva, mégis egy kicsit összefogva, egymást buzdítva legyenek ott a helyszínen, és vásárolják a finom helyi termékeket. Aki esetleg helyi termelő és szeretne árusítani a Herényi helyi piacon, annak önt kell megkeresnie? Hát nem, én azt gondolom, hogy én már ezt lassan átadom a stafétát. Van egy kolléganőm, a Nagy Krisztina, de a Herényiek házán természetesen rajtam keresztül is lehet keresni. Úgyhogy szeretettel várjuk, megvannak az e-mail, internet elérhetőségeink, Facebookon, honlapunkon lehet keresni bennünket, és szívesen adunk helyet. A következő kérdésem az volna, hogy mik a tervek a jövő évre? Hát tervek mindig vannak, és nem állunk meg. Mi minden felhívásunkban benne van, hogy szívesen látjuk a jó ötleteket. Természetesen úgy, hogy az illető is, aki ötletet ad, az részt vesz ebbe. Most csak a közel jövőnek a tervei, még ebben az évben három kiállításunk lesz. Mi lesz az a három, hogyha el lehet mondani? Hát az egyik egy amatőr festőművész. Megmondom őszintén, nem tudom most így felidézni, de
De az Egyesület honlapján gondolom tájékoztatja. Az Egyesület majd megfelelő időben, hiszen ugye ezek ki vannak találva, hogy mennyi ideig lehet fönt, egy-két hétig, tehát a nézőközönség majd hogy tud találkozni ezekkel. De legtöbbször fölkaroljuk azokat a környékbeli értékeket, mert ugye mindenki tud valamit alkotni. Hát itt volt a legutóbbi időszakban egy mandala kiállítás, de jelenleg például a Caritasnak a kiállítása van, ahol rendkívül ügyes emberek kézi munka alkotásaikat lehet meglátni a farmerből készített fali kárpiton keresztül, a szatyrokon keresztül, a kis manóházakon keresztül. Tehát olyan értékes dolgokat, és ezek úgy hátrányos helyzetű emberek, akik valamilyen szenvedélybetegséggel voltak, egyesek, de hát ugye bennük rejlik az érték, és ők is ki tudják hozni. És mi mindig így állunk hozzá, hogy az értéket próbáljuk megmutatni. Az egyik ilyen érték egyébként, amit a Herényi virágút, amiből most a 2017-es Herényi virágútból megtekinthetnek a nézők egy rövidebb részletet. Herényiek házának felvételét láthatták a 2017-es Herényi virágútról. Elmondaná a Herényi virágútnak a rövid történetét? Hát ugye 2002-ben volt egy közösségi napunk, ahol néhány kertészetet felkértünk, hogy díszítse fel az udvarunkat, akkor még a régi kultúrház állt, és annyira jól sikerült ez a díszítés, hogy mindenki meg akarta venni a virágokat. És akkor több helyen elhangzott, hogy miért nem csinálunk olyat, ahol árusítanak is. És ennek kapcsán összeült a vezetőség, és
elkezdtük irogatni, hány kertész is van a környéken, és kiderült, hogy egy négyzetkilométeren 35 kertészed volt. Tehát ez egy fantasztikus szám, ilyen Magyarországon egyedülálló, ilyen jellegű, tehát többféle kertészed volt, akkor még három nagy kertészet is volt, a kertész szövetkezet, a Stark meg a Prenor, most arra sajnos már csak a Prenor működik, és összeszerveztük őket, és 2003. április 27-én hát elindítottunk egy előre nem látott dolgot, a Herényi Virágutat. És olyan sikeres lett, hogy azt mondták, hogy ezt nem lehet abba hagyni. És most már a 18. előtt vagyunk, ugye 2019-ben volt utoljára. És idén várható, hogy lesz? Hát az idén már ugye nem, majd 2022-ben, és reméljük majd a pandémia lezajlik, és újult erővel lehet nekiállni ennek a, azt gondolom, országosan is egyedülálló produkciónak. Áruljuk el még a nézőknek, hogy mi a következő program a Herényiek házában, ha jól tudom, ez az autómentes világnappal összeköttetésben lévő ugye program. A Herényiek háza egybe egy kerékpáros kulturális centrum is, és a kerékpározás az, az kiemelt helyen szerepel, és kolléganőm Nagy Krisztina ebbe nagyon otthon van, és nagyon jó színvonalon műveli, és viszi a csoportokat, és a Gencsapáti Szentkutra lesz a főtérről holnap egy indulás, kényelmes tempóba, egy kicsit városi. Hány órakor? 17 óra 30-kor indulnak. Úgyhogy én remélem, a Szentkutnak pedig van egy olyan hangulata, hiszen az a szomszédban van, Gencsapáti, közelünkben is van, én személyesen sokat járok ki, hiszen nagyon üdítő vize van, és ott egy megnyugvást kap az ember, akinek éppen fáradt a lelke, teste, oda javaslom mindenkinek, hogy sétáljon ki, kerékpározzon ki, de akár menjen ki autóval, de ott tegye le az alján, és azt gondolom meg fog újulni. Akkor javaslom a nézőknek, hogy az autómentes világnap alkalmából tartsanak a Herényiekkel, és biciklizzenek együtt egy jót. Önnek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, gratulálok még egyszer a díjhoz, és további sikeres munkát és sikeres csapatot kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. A továbbiakban a Herényiek házához és Szekér Tamáshoz is szorosan kötődő Ferkovics Józsefről lesz szó. Szeptember 13-án jubileumi kiállítás nyílt az Agórában a festő 60. születésnapja alkalmából. A festő átvehette Vas megye közgyűlésének elnöki emlékérmét is a jeles eseményen. Autentikus roma zene és vibráló színek. Ferkovics József 60. születésnapja alkalmából gyűltek össze barátai, tisztelői az Agórában. A jubileumi kiállítás megnyitón és könyvbemutatón az alkotó társadalmi, művészeti munkásságát méltatták. A tárlaton a könyvesboltokban már elérhető albumához és az új könyvéhez készült alkotásai, valamint életműve válogatott festményei láthatók. Az állami gondozásból induló művészt kalandos életpályájának legfontosabb állomásairól kérdeztük a jeles nap alkalmából. Sok állomás volt, ami úgy döntő volt, tehát kettő, igazából az egyik a budapesti, ott többször is nyilvánvaló, egyszer a fél családom ott él velük, meg hát a nyilvánvaló az egyetemre való járás időszak is, egy meghatározó tényező volt az életemnek, meg a másik talán, és ahogy többen is mondják nekem, hogy tehát termékeny, tehát amikor tehát úgy igazából kijöttek a dolgok belőlem, az Szombathely. Tehát itt mondhatom, hogy termékeny alkotó vagyok, mert közel ez a 10 év alatt, amióta itt élek, hát rengeteg kép, közel 300 kép készül. Az ön nevéhez kapcsolható a Herényi Alkotótábor. Ennek mi a története? A Herényi tábor, én Herényben éltem egy darabig, és ott jöttem össze a Tamással, Szekér Tamással, aki a Herényi házáknak a vezetője és az egyesületnek. Ő jó baráti viszony alakult ki köztünk, és ő több kiállítás, amit szervezett, csoportos meg egyénit, ő mondta nekem, hogy mit szólnék, hogyha
lenne egy alkotótábor is itt, mivel szállás meg egyéb lehetőség megvan, ahhoz, hogy tábor lehessen. Így aztán úgy döntöttünk, hogy akkor induljon, és 2014-ben indult az első ilyen alkotótábor. Az Agora galériájának egyik oldalán a művész ebben az évben készült változatos színvilágú képeit, velük szemben pedig a Vasmegyei Önkormányzat által megrendelt vasmegyei tájakról, látnivalókról készült képeket állították ki. Arra meg nagyon büszke a város, hogy egy olyan ember él közöttük, aki nem csak országosan, hanem nemzetközileg is elismert, hiszen van egy holokausz sorozata, ami tulajdonképpen az országunkon túlmenően komoly érdeklődésre tett számot, ez egy szívbe markoló sorozat. Ferkovics József átvehette Vasmegye közgyűlésének elnöki emlékérmét. Úgy gondolom, hogy Ferkovics Józsefnek több identitása van, ezt többen ki is emelték itt a köszöntők sorában. Természetesen roma identitása az első, de mindemellett magyarnak is vallja magát, és én úgy gondolom, hogy az a 11 év, amit itt eltöltött közöttünk, az elmúlt több mint egy évtized, az feljogosít minket arra, hogy kiemeljük az ő megyei identitását is. És ez a művészetében is bizony visszaköszön. Elég volt csak itt végigmenni a kiállítás során, hogy meglássuk azokat a középületeket, kastélyokat, templomokat, kúriákat, amelyeket különleges technikával rajzolt meg, szinte fotorealisztikus módon. És én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen méltóvá teszi őt arra az elismerésre, arra a kitüntetésre, amit ma személyesen adhattam át neki, mégpedig Vasmegye közgyűlésének elnöki emlékérmét. A kiállítást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, aki kiemelten fontosnak értékeli a művészet szerepét a társadalmi egyenlőség megteremtésében. A művészet többféle módon alkalmas egyébként, a festészet például olyan módon, igen, hogy akár egy-egy népnek például mondjuk a cigányságnak a történelmét, történeteit, hitét, hagyományait képes lefesteni. Aki ezt megnézi, az legalább elgondolkodik rajta, rákérdez, utána jár. De a művészetnek van egy nagyon különleges tulajdonsága, hogy amikor együtt vagyunk mondjuk egy kiállítás megnyitón, és romák, nem romák együtt nézzük a kiállított képeket, valahogy ez az emlékünk majd az lesz, hogy mi ezt együtt néztük. Tehát ez egy közös emlékünk. Eszünkbe nem jutott ezen gondolkozni, hogy most akkor utólag milyen, volt-e valami, amit én gondoltam a romákról, vagy a roma embernek van-e valami ellenérzése a másikkal. Tehát nem az ellenérzések törnek föl bennünk, hanem az, hogy van egy közös élményünk. Ezt a békés terepet, ezt azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen csak a kultúra tudja megteremteni. Ferkovics József jubileumi kiállítása szeptember 21-én zárult. Eddigi munkáit könyv formában a Szülőföld kiadó jelentette meg. Miklosovics László Márai Sándor inspirálta albumának a Hommézs a Márai Sándor 1900-tól 2020-ig című albumának bemutatóján jártunk a Berzsenyi könyvtárban. Tekintsenek meg ebből egy rövidebb összeállítást. Az zalaegerszegi születésű képző és tervező grafikus könyvtervezőként és illusztrátorként is tevékenykedik, műveivel az élet és irodalom hasábjain is találkozhatunk. Miklosovics igazi márai rajongó, és egyben a 20. századi magyar képgrafika és montástechnika mestere. A művész célja bevonni a nézőt az alkotásába, a kalligrafikus odavetett motívumhoz társul egy aprólékosan kidolgozott részlet, majd egy dinamikus kézírás. Aztán valamikor közel a rendszerváltáshoz, 89 elején, akkor a véletlen folytán került elém az, hogy létezik egy ilyen ember, mint a Márai Sándor, aki amúgy meg tiltva volt hosszú ideig, és fölhívták barátok a figyelmet, akkoriban Rakita regény újságnál dolgoztam. És ott ilyen irodalmár kollégák mondták, hogy létezik egy ilyen úriember. Ráadásul hozzá tudtam jutni egy olyan dologhoz, hogy emigráns irodalom, tehát a megjelent újságok, folyóiratok, és itt-ott megjelent a Márai, például a Habsburg Ottónak a lapjába. Aztán volt egy olyan kiadású lap, ahol Márait ünnepelték, nem emlékszem, hogy hanyadik évfordulóját ünnepelték, és az egész újság arról szólt, hogy a teljes újság Márai volt. Tehát benne voltak a napló részletei, benne voltak a legszebb versei,
és a könyvekből részletek, és hát számomra ez egy csoda volt. Ez késztette Miklósovics Lászlót a márai utáni nyomozásra. Útja a Petőfi Irodalmi Múzeumon keresztül egészen Kassáig elvezetett. Ez idő alatt kezdett grafikákat készíteni a művekhez, amiket nem illusztrációként apostrofál. Nem egy az egyben figurális ábrázolással dolgozik, hanem márai habitusát, gondolkodásmódját ábrázolja. Jelenleg 100-150 grafikája köthető máraihoz. És ebből összeraktam most ezt a könyvecskét, hát a némi túlzással könyvecske. Ebből van bent 70 darab a grafikákból. Aztán van még egy trükk a könyvbe, hogy a grafikákat, ahogy lapozza az ember gyerekes orva, a grafikák mellé vannak ilyen kis rövid tőmondatos kis vélemények. Ennek az a háttere, hogy amikor alakult a könyv, a fénymásolatba elküldtem a rajzokat barátoknak, ismerősöknek, akik egy picit többet tudtak erről a dologról, a témáról. Irodalomtörténészek, írók, és azt kértem, hogy egy pár rövidke mondattal véleményezzék a képet, meg mondjuk a máraihoz való viszonyukat. Annak, aki még nem olvasott márait, a füves könyvet és a napló részleteket ajánlja a grafikus művész. Az album kereskedelmi forgalomban nem került, de a könyvtárból kölcsönözhető két példány. A könyv bemutatón Tóth Csaba, Munkácsi díjas festőművész beszélgetett a szerzővel. Önök a Szombathelyi Televízió kulturális magazinját, a Műhelyt láthatták. Köszönjük, hogy minket választottak, tartsanak velünk jövő héten is!